már is folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke, egyszer is mind a Ferencvárosi Tornaklub elnöke. Szervusz Gábor. Zsolt. Muszáj föltennem a leghülyébb kérdést. Melyik áll közelebb a szívedhez? Az alelnök vagy az elnök? Ja, hát ez nagyon, sokan föltették már, és ez nagyon végig gondol döntéssel. Volt nekünk egy fantasztikus képzésünk annak idején, még a Fideszben 10 évvel ezelőtt. És egy kiváló képzőnk volt, aki azt mondta, hogy akkor arra szeretnélek kérni benneteket, hogy írjátok le a 10 legfontosabb dolgot az életetekben. És úgy kezdődik, hogy én apa vagyok, én magyar vagyok, én parlamenti képviselő vagyok, én Fradi elnök vagyok, és abban egészen biztos lesz te is, meg mindenki, aki nézi ezt az adást, hogy nekem a hazám mindig fontosabb lesz a Ferencvárosnál, úgyhogy ez nem is kérdés. Bár azért tegyük hozzá, a kettő eléggé szorosan össze tud függni. Igen, mert a Fradiról úgy beszélnek mindig, hogy a nemzet csapata, és mi ezt komolyan is vesszük, és valóban ilyen karakter is a Ferencváros, nem csak Magyarországon, hanem határon túl is így történik ez. Fradiról még lesz szó, reményeim szerint, de vágjunk bele egy kicsit a politikába, és én mindjárt az elején szeretnék tisztázni egy nagyon fontos dolgot, amiről azt gondolom, hogy nem csak hogy fontos, de egyre fontosabb is lesz sajnos. Ez a úgynevezett szociális média kérdése. Ugye az ismert okok miatt, és itt elsősorban az Egyesült Államokban történt dolgokra gondolok, hogy egy hivatalban lévő elnököt egyszer letilt a Facebook, és a többi, hagyd ne menjek bele a részletekbe. A jobboldali közösségben, és ez már messze nem csak Amerikában, hanem szinte bárhol, és így Magyarországon is, egyre erőteljesebben bukkan fel az a hang, vagy az a követelés, hogy hagyjuk ott az egész Facebookot, Twittert, ezt az egész mindenséget a francba, miért nem csinál a jobb oldal magának egy saját szociális médiát. Ugye nagyon leegyszerűsítve így hangzik ez a mondat. Tudom, hogy te másképpen gondolkodsz erről a kérdésről, hogyan és akkor miért nem? Nagyon, nagyon szertágazó kérdés. Az első az, hogy azért szembesültünk már ilyen helyzettel, és ilyen nemtelen eszközökkel, vagy ilyen egyensúly nélküliséggel. Így történt ez velünk 2002-ben is. Egy elveszített választások után a polgári jobboldal ott állt, talán 3 médiával a kezében, a Magyar Nemzettel, később néhány hónapra rá megalakult Hír TV-vel, Heti Válasz a Demokratával, tehát talán a túloldalon egy teljes arzenál állt velünk szemben. Szembesültünk azzal is, hogy egyébként a magyar baloldalnak a párt szerkezete sokkal erősebb, mint mi. Létrehoztuk a polgári köröket, és szerintem most vígan verjük a magyar baloldalt párt szervezettségben, vagy ahogy ők mondták, társadalmi beágyazottságban is, és egy számtalan dologban. És szerintem ugyanilyen a közösségi média is, ahol most 2 dolog is történt, egyrészt nagyon inspiráló, mert ha milyen jó, hogy most történt meg, nem velünk kezdték, nem mi vagyunk az elsők. És erre föl kell készülni, és föl is tudunk rá készülni, és amikor fölkészülünk valamire, akkor az nekünk előnyünké válik. Hát, ahogy mondjam, szikrát kaptunk, nem? De. Az ember nem úgy van vele, hogy jó, hát akkor jönnek a választások, aztán majd lesz valami. És szerintem ezen a pályán kell megnyerni a meccset, nem másikat építeni, nem szabad levonulni a pályáról, pont ezt akarják elérni, hogy vonuljunk le, és hagyjuk ott, és akkor ők itt jól megvannak, és akkor itt megcsinálják majd a dolgokat. Vannak kezdeményezések erre, Oroszországban láttam ilyet, de ott is azt látom, hogy a kettőt párhuzamosan használják, és az az energia, amit el tudnánk tölteni most jobboldali közösségként a Facebookon, az, hogyha máshol is hasznosul, az szerintem rossz dolog. Itt kell megvívni a csatákat. Ez most egy olyan vitafelület, ahol persze, ahogy a viccben is van, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, de ők kerékpárra mennek, oké, de akkor is többen vagyunk, a mi érveink, a mi kormányzati minőségünk azok sokkal jobb minőséget mutatnak, ezért aztán nekünk itt kell megvívni a csatát, és ez nem is lehetetlen. Hát igen, különösképpen, hogyha elfogadjuk kiinduló pontnak azt, hogy azért egy teljes milliós jobboldali tábort mégsem mernek, vagy tudnak egyszerűen kikapcsolni. Igen, és a Trump letiltásának ez például egy tanúsága volt. Letiltották a Trumpot, letiltották a kormányzati oldalát is, de nem tiltották le a fiát, a lányát, az ügyvédjét, vagy számtalan embert.
Ezért közösségi média, erre kellünk fölkészülni, ezért kell egyébként nagyon sokrétűen cselekedni ezen a téren, de ez nem lehetetlen, egészen biztos vagyok benne, hogy ebbe is, hogyha ráfekszünk, akkor itt egy komoly teljesítményt fogunk adni. Haladunk a belpolitikánál. Jakab Péter bejelentkezett miniszterelnök. Azt hittem, ezt el tudjuk kerülni. Nem, mert szeretném látni az arcodat, ahogy mondjuk ízlelgeted ezt a mondatomat. Tehát még egyszer elmondom, Jakab Péter bejelentkezett miniszterelnök jelöltnek. Szerinted ez a... És a kérdésem tényleg halálkomoly lesz. Annak ellenére, hogy nem fog annak tűnni. Szerinted ez a teljes abnormalitás és a röhely kategória, vagy ez komolyan beendő? Hát érdemes megnézni az egész életútját, amerről a szél fúj. Soros iskolában kezdett el tanítani annak idején. Aztán volt szélső jobboldali, most szélső baloldali éppen. Tehát bejelentkezhet miniszterelnöknek, de nem tudom, hogy a főnökével a Gyurcsánya megbeszélte. Mert úgyis az lesz, amit a Gyurcsány akar, ez ne legyen kétsége senkinek e felől. Tehát ha ez meg van beszélve, akkor lehet, hogy ő lesz a jelölt, de úgy látom, hogy se Gyurcsány Ferenc, se Klára asszony ezt a dolgot nem nagyon fogja kultiválni. Úgyhogy ennek én kicsinek látom az esélyét. Jó, akkor viszont tágítsuk ki, amiről hosszú évek óta beszélnek, ami mindig is a vágyak ne továbbja volt, legalábbis az utolsó 4 évben biztos. Ez az úgynevezett összellenzéki összefogás, hogy akkor mindenki összefog, és akkor majd egy-egyben jönnek, és akkor majd úgy meg tudnak bennünket verni. Most ez végül is összeállni összeálltak. Az a kérdés, hogy hogyan modellezzük mi ezt az új helyzetet, és te hogyan látod az esélyeket? Szerintem a stratégián nem kell változtatni. Nekünk jól kell kormányozni, nekünk kiváló képviselők kellenek, nekünk jó szervezet kell csinálni egy tökéletes kampányt, és meg kell nyerni a választásokat. Az, hogy a túloldalon mi történik, hát idáig is voltak az előző választásokon is megtörtént, az, sőt, javarészt, hogy ott azzal kampányoltak, nem álltak össze teljes egészében, de azzal kampányoltak, hogy vannak az esélyes jelöltek, ott már olyan kampánytechnikák voltak, hogy bár 2 jelöltjük volt, vagy 3, le is hátráltak ott a pályáról, és aztán csak 1 embert hagytak velünk szembe futni, és mégis a Magyarországgyűlésben most 2/3 van. És teljesen furcsa helyzet, ideig nem ez volt, tehát 30 éve élünk, hogy virágozzék 100 virág, és akkor 1000-nyi párt van. Majd meglátjuk persze, hogy egyben tudják-e tartani hosszú idő, még de nem vagyok politikai elemző, meg nem is akarok az ő dolgaikkal túl sokat foglalkozni, de hát azért van viszonylag sok feszültség. De eleve, amiket mondtak, ugye hát volt ez a Momentum nevű formáció, aki azt mondta, nem akar összegyurcsányozódni. A Jakab Péter azt mondta, hogy azonnal soha, a Jobbik kiírta a honlapjára, hogy nem, nagybetűkkel, hogy nem fog összeállni a Gyurcsány Ferencékkel. És Gyurcsány Ferenc maga meg azt mondta, hogy föl kéne számolni a Jobbikot, mint fasiszta formációt. De azóta nem történt semmi. A Gyurcsány nem számolt el a vagyonával, a Jobbikban ugyanazok az arcok voltak, mint régen, csak egyszerűen azt látom, hogy a Skoda kulcsok utáni vágy az sokkal erősebb bennük, mert ha lett volna valami ötletük, akkor elmondanák, hogy mit csinálnának. Sejtéseink vannak, hogy mit fognak csinálni, de ők nem Magyarország jobb átételén, vagy nem az emberek életének megkönnyítésén dolgoznak, hanem azon dolgoznak, hogy ők hogy kerüljenek hatalomba, és ez nagyon, nagyon látszik kívülről. Tudom, hogy neked egyszerűen munkaköri kötelességed is a közvéleménykutatási eredményeket nézegetni. A legutóbbi 2-t hagyj idézzem, jó csak a címet. Nézőpont, Fidesz előny, különösen az aktívak körében. Závec, gyengül a Fidesz vidéken. Na most ez így hogy? Hát, Kovács Laci bácsi mondta talán, vagy a Lendvai Ildikó, hogy Kovács Laci volt, igen. Hogy választásokat kell nyerni, és hát arrébb van még, amikor a közvéleménykutatásokkal komolyan kell foglalkozni. Az azonban látszik a mostani számokból, hogy az összefogás áttörést nem hozott. Nagyon érdekes dolog ez ennek a lélektana inkább, nem a számok, hanem a lélektana inkább, hogy azt lehet látni, hogy hiába álltak össze, ez nem eredményezte azt, hogy minden pártnak a szavazói beálltak egy gondolat mögé. Ez mondjuk tágítja a mozgásterét a politikának. Járvány, és ez egy megint csak igencsak szerteágazó kérdéskör.
Egy biztos, a gazdaság egy évvel ezelőtt szárnyalt, topon volt. Eltelt egy év járvánnyal, most már lassan mondhatjuk tényleg, hogy egy év, és azért nagyon sokat ártott, főleg most a gazdaságról beszélek. Ez mennyiben veszélyezteti mondjuk a jövő évi választásokat, mert nyilván erre is fognak játszani már, mint az ellenzék, illetve lehet-e számolni azzal, hogy egy viszonylag gyors kilábalás lesz? Az ellenzék álláspontja teljesen világos. Minél rosszabb, tehát Krekó Péter ezt mondta, hogy minél rosszabb, annál jobb. Minél több hibát vétel a kormány, minél több munkanélküli van, minél több ember veszíti el a munkáját. Tulajdonképpen ezt foglalta össze. Nekik annál jobb, mert másfajta alternatíva. Én mindig csak azt nézem, hogy hány embernek van ma Magyarországon munkája. Mi teremtettünk 800 ezer munkahelyet. Óriási szám. Elvesztette 21 néhány ezer ember a munkáját. Ami tragikus, de nyugathoz képest. Ezt akartam mondani, hogy természetesen egy embernek meg nem voltunk hozzászokva, mert mindig a munkanélküliségi adatok csökkentek, és a foglalkoztatási adatok mindig nőttek, tehát nem vagyunk ehhez hozzászokva. De ebben a viharos, vészterhes időben szerintem ez egy rendkívüli teljesítmény a gazdaságtól. És én Matolcsi Györggyel értek egyet, aki azt mondta, hogy de a kanyarban fogunk előzni. Tehát a kilábalás szerintem Magyarországon a gazdasági programok megindításával a sokkal gyorsabban fog megtörténni, mint a környező országokban is. És a mi fejlődésünk sokkal nagyobb lesz, így aztán az országok közötti különbségben mi óriási érvényt fogunk érni. Ebbe szinte 100%-ig biztos vagyok. Egyetlen ország sem alkalmazta például azt, hogy adót csökkent, hogy megindítja a gazdaságot, hogy talán akár 100 évre visszamenőleg is, hogy egy ilyen otthon teremtési támogatás nem volt ebben az országban soha. Úgyhogy itt szerintem szép reményei lehetnek az országnak, és szép reményei lehetnek az itt élő embereknek is, hogy ebből gyorsan ki fogunk jönni. Térjünk át egy kicsit a Ferencvárosra, illetve a futballra. Csányi Sándort hagy idézzem, próbálom pontosan. Az NB1-es klubokban még mindig túlságosan kevés a magyar futballista, mondotta volt Csányi Sándor. És akkor ugye ehhez tegyük hozzá, hogy futballakadémiák, és mégis kevés a NB1-ben a magyar focista, akkor itt úgymond van némi ellentmondás, vagy egyáltalán eleve tényleg kevése. Járjuk körül ezt az egész kérdéskört. Hát csak példákat szeretnék mondani, Olaszországban azt mondják, jó utánpótlás nevelés van. Volt szerencsénk játszani a Juventusszal. Két olasz játékos játszott a Juventusban. És úgy, hogy az egyik a másiknak volt a cseréje. Tehát a pályán mindig egy olasz játékos volt. Pedig az olaszokról nem mondhatjuk azt, hogy nincs jó utánpótlás nevelésük. A Red Bull Salzburgban, ha jól emlékszem, akkor 4 osztrák volt. A Lipcsében 2 német. Pedig azt sem mondhatjuk, hogy a német utánpótlás nevelés nem áll jól. Ez is egy nagy kérdés, hogy vajon a Fradinak kell ennek a csapatnak lenni, mert nekünk olyan terveink vannak, hogy mi beszeretnénk kerülni Európa legjobb 25 csapata közé. Mi rendszeresen szeretnénk a Bajnokok Ligájában játszani. És úgy látom, hogy ez magyar játékosokkal nem fog menni. Én magyar ember vagyok, minden prioritást megadok a magyar játékosoknak. Néhány nappal ezelőtt egy 18 éves játékosunk játszott. Két meccsel ezelőtt egy 17 éves bosnyák származású, most már magyar állampolgár játékos játszott nálunk. Kiváló játékosaink vannak a Zalaegerszegben, a Soroksárban, tehát mi próbáljuk őket nevelgetni. Az a kérdés, hogy ezen a kapun, amit kinyitottunk, be tudnak-e lépni? Ha be tudnak, nem vagyok ellene, a klubok sincsenek ellene. De versenyképesnek is kell maradniuk. Nem kerülhetnek sokba. És a fizetési igényeik is annyinak kell lenni, ami más tehetséges európai vagy a világban szereplő futballistáknak az igényei. Oda vissza kell menni. Azzal nem lehet visszaélni senkinek, hogy egy magyar játékos azért, mert magyar, azért több pénzt szeretne keresni. Szóval szurkolok nekik, nagyon fontos, de közben ugye ez megint nézőpont kérdése, mert mindenki mondja, hogy futball, de mi a futball valójában? És nekem mindig az a vélemény, hogy az oktatás része a futball. Nagyon sok mindent meg lehet tanítani egy gyereke, és nem csak futballozni, hanem az élethez való viszonyát is át lehet alakítani. Csak mondok néhány példát, tehát amikor mondjuk egy gyerek egy csapatba érkezik, ott meg kell tanulnia alkalmazkodni, ahogy az életben meg kell tanulnia alkalmazkodni. A fejébe plántáljuk azt a gondolatot,
hogy érdemes sokat edzeni, mert ha sokat edzettél, fölkészültél valamire, akkor a megmérettetés pillanatában ő sokkal jobban fog szerepelni. És mondjuk, vagy amikor a csapattársad rosszul szerepel, akkor ott kisegíted a pályán, segíteni a gyengét, és számítani arra, hogy szolidáris lesz veled, és vissza fogja segíteni. Sok mindent tanítunk a gyerekeknek, és nekünk szükségünk van példaképekre. Mert úgy tudsz csak gyerekeket csábítani a Ferencvárosba, azt mondják, hogy én is a Bajnokok Ligájában szeretnék szerepelni. Most nézegettem, hogy kit lehetne a magyar labdarúgó válogatottból elhozni. A Ferencváros nincs rossz gazdasági helyzetben, Európában igen, de hát nekünk egy Szoboszlai Dominik megszerzése szinte lehetetlen. Mi kísérletet tettünk, amikor ő elment a Red Bull Salzburghoz, hát ha itt tudjuk tartani, és akkor ott futottunk egy kör, de ő már le volt oda szerződve. És van 2-3, talán 4 olyan játékos a magyar labdarúgó válogatottból, aki elférne a Fradiban, de őket nem tudjuk már megszerezni. Tehát értem a javaslatát az elnök úrnak, csak ez egy nehezen kivitelezhető dolog, viszont látom, hogy vannak kísérletek, a Paks például csak magyar játékosokkal áll fel. Persze ő küzd a bennmaradásért, de hát ez egy ilyen játék. Ugye beszélgetés elején már elhangzott az a mondat, hogy azért a nemzet, meg a Ferencváros az eléggé összekapcsolódik, és hogy a határon túli magyarságnak is tényleg az első számú csapata a Fradi. És nagyon érdekes, hogy a Ferencváros történetét, hogyha végignézzük, vannak ilyen csomó pontok, amiket úgy ki lehet emelni. Például a kommunista hatalom soha nem szerette, hogy finoman fogalmazzak a Ferencvárost. Próbálták ellehetetleníteni, meg nevet változtatni, meg mindent próbáltak vele. Valamiért ilyen kis idegen testnek kezelték. Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy miért. Mert azt értem, hogy mondjuk a Vasas Kádár János kedvenc csapataként szeretve volt, de amúgy a Fradival mi volt a baj, mindegy, hagyjuk is. Csak azért mondtam ezt a hosszú bevezetőt, hogy rá tudjak kérdezni arra, miképpen értékeled azt a tényt, hogy a főpolgármester Karácsony megmondta a Fraditól a támogatást. Ez valami kicsinyes bosszú, vagy ennek a hagyománynak a folytatása? Csak a hagyományról nagyon érdekes dolog, mert a Fradi egyébként mindig egy balansztot képezett az extremitások ellen. Így volt ez a fasizmus kialakulásakor, amikor mondjuk 38-ban az MTK-t, mivel zsidó csapat volt, nem hagyták elindulni az NB1-be, és a Ferencváros kiállt, és azt mondta, hogy akkor ő se fog játszani. Aztán így volt 1956-ban, ahol a kommunizmus ellen lépett fel, és most, hogyha megnézzük a Fradi tábort, amikor mondjuk március 15-én azt írják fel egy feliratba, hogy tiéd vagyok, tiéd hazám, az tulajdonképpen egy deklaráció a globalizmus ellen. És ez egy nagyon becsülni való dolog. De mi is volt az alapkérdés? Hogy ugye Karácsony megmondta a támogatásokat, igen. Hogyan értékei, bosszúnak, vagy a hagyomány folytatása? Hát a hagyomány folytatása, mert nem csak a főváros, hanem a kerület is megmondta tőlünk a támogatást, és ugyanez történt Egerben, ahol hagyták tönkremenni a vízilabdát, ha a magyar állam nem lép be, akkor tönkremegy. Ugyanez történt Ózdon és számtalan baloldali helyen, hogy a városok vonják ki a sportból a támogatást, de az előbb beszéltünk róla, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, mert ez nem csak sport, hanem oktatás is valójában, és az ember nagyon sajnálja, hogy ez így történik. De fél percben muszáj visszakérdeznem, hogy ennél önsorsrontóbb politika nincs, mint egy nemzet által rajongásig szeretett Ferencvárostól megvonni a támogatást. Igen, miért? De ők nem gondolkodnak soha közösségekben. Ők nem gondolkodnak soha abban, hogy az embereknek ez boldogságot jelent, hogy egy olyan szegény sorsú ember, akinek egyébként rossz hete volt, összeveszett a feleségével, rosszul mentek a dolgok a munkahelyén, kijön a meccsre, és akkor a meccs végén úgy menjen haza, hogy győztünk. Hogy mi itt 20 000-en, 25 000-en, vagy a stadionban, ha egyszer tudnánk egy nemzetközi meccset játszani, nagy nemzetközi meccset 60 000-en, vagy a válogatott után, hogy mi győztünk. Én is benne voltam a győzelemben, nekik ez a gondolat az nem cseng le. Sajnálja az ember. Nekik a rosszabb. Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk. Viszontlátásra!